Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és a televíziók mellett. Amíg a bevezető gondolatokat elmondom nektek, majd pedig a liturgikus felvezető szöveget és az áldást elmondom, az alatt két minisztránsunk elindul, hogy a gyertyáinkat meggyújtsuk itt a padokban. Kérem azt, hogy a kiosztott papír kendőkkel fogjuk a kis gyertyákat, hogy ne csöpögtessük a padra vagy a kőre. Akinek nincsen még gyertyája, az innen tud venni a körmenet alatt. Most akkor elindulnak a minisztránsok és gyújtják a gyertyákat. Innen az asztalról, majd az áldás után mindenki vihet magával szentelt gyertyát, és ugyanakkor már a körmenetben is égő gyertyákkal fogunk haladni. A megáldás most itt történik, a templom belső terében. A liturgikus elvárások úgy rendelkeznek, hogy lehetőleg a templomon kívül tartsuk ezt, de most az időjárás, illetve a televíziós közvetítés érdekében is ezt most mind itt tartjuk meg, és a templomon belül fogjuk tartani a körmenetet. Innen jobb oldalról, az orgona felől indul majd a körmenet. Kérem, hogy álljatok be így a padokból az égő gyertyákkal a körmenetbe. Hátul végig megyünk a keresztút előtt, majd itt a bal szélső fal melletti lejáratnál térünk ide vissza, és az asszisztenciával fölmegyünk majd akkor az oltárhoz. És majd a Szent Mise ott fog valójában megkezdődni, mégpedig majd a dicsőség éneklésével. A gyertya szentelés most a Szent Mise bűnbánati cselekményét is pótolja. Abban a Szent Misében, amelyet a mai alkalommal a hívő népért ajánlok fel, és amelynek keretében ismét megújítjuk az örökimádó kápolna számára az eukarisztiát, hogy a februári hónapban folytatódjék az örökimádás. Kedves testvéreim, 40 napja Urunk születésének örömünnepét ültük, és ma van az a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette. Voltak éppen azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott szintén a Szentlélektől megvilágosítva felismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket is a Szentlélek gyűjtött egybe. Vonuljunk tehát Isten házába, és járjuk azt körbe. Járuljunk Krisztus elé, találkozni fogunk vele, és felismerjük őt a kenyértörésben addig is, amíg majd nyilvánvaló dicsőségben el nem jön. Most megáldom a gyertyákat, könyörögjünk. Istenünk, te vagy minden világosság kútfeje. A mai napon megmutattad az igaz lelkű Simeonnak a világ világosságát. Alázatosan kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat, és fogadd kegyesen hívő népedet, amely nevet dicsőségére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljon színed elé. Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján az örök világosságra Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Kedves testvéreim, most eloldhatjuk a gyertyáinkat, vigyétek haza magatokkal a szentelt gyertyát, legyen ott otthonotokban, használjátok imádság közben, és mindig kövessétek Krisztust, a világ világosságát. Dicsőség a magasságban Istennek! Mindenható örök Isten, egyszülött fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által,
aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Malakiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk. Ime, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám már jön is, mondja a seregek ura, de ki tudja majd elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze, és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és ezüstöt szokás, és igazságban mutatnak be áldozatot az Úrnak. Ez az Isten igéje. Szentlecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, a testvéreknek közös a testük és a vérük. Ebből Jézus is részt vállalt, hogy így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudnélik a sátánt, és felszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. Hiszen Jézus nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válni a testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és levezekelje a nép bűneit. Mivel ő maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésekkel küzdenek. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja. Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy két galambfiókát tisztulási áldozatul bemutatni. És íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vígaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon akarjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen, kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az Ag Simeon megláthatta a világ világosságát, a 40 napos gyermekfiú gyermekben, meglátta az üdvözítőt, és kimondta hálaadó imájában, mely imádság egyébként a mi napi imáinknak, mindennapi imánknak egyike, a befejező ima óra elköszönő imádsága a zsolozsma végén. Most már elbocsáthatod, Uram, szolgádat, mert meglátták szemeim a szabadítót, az üdvözítőt, hogy világosság legyen a pogányoknak fényesség, és a választott népnek a dicsőség. Még nem mondta el Jézus, majd csak később mondja el nyilvános küldetése alatt azt a titkot, hogy ő valóban a világ világossága, de már felismeri őt. Az az öreg Simeon, és mellette Anna próféta asszony, akik imádsággal várták az üdvözítőt, hogy megjelenjen az Úr házában. Krisztus az igaz világosságként jött közénk. Én a világ világossága vagyok, mondja. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És ezt a mondatot egy olyan ünnepen mondja el az Úr Jézus, melynek estéin és éjszakáin keresztül egy hetes ünnepről van szó. Minden este és éjszaka fényárba borul a jeruzsálemi templom,
és annak környezete a hatalmas olaj mécsesektől. Megvilágosodik minden, Jézus azonban nem a templom világosságaként, nem is csak Jeruzsálem világosságaként, hanem a világ világosságaként jön közénk. Egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe a mai nap dátumát illetően. Bizonyára ti is észrevettétek, hogy ez egy olyan érdekes szám, ez a mai nap, amit, hogyha csak számokkal jelzünk és dátumoznánk, akkor azt írjuk, hogy 20-20, 02-02. Milyen érdekes. Én nem akarok semmiféle számmisztikába bonyolódni, és távol álljon tőlem, hogy valamiféle babonás magyarázatra vetemedjek, de érdekes ez a szám, mert ez valójában egy tükörszám, mintha 20-20-at a tükör elé tennénk, és ott van az ellentéte, a 02-02. És arra is kell gondolnunk, hogy ez a mi hitéletünknek a szellemi háttere is valójában, hogy ott van a valódi és az igaz világosság lehetősége, és aztán ott van egy másik oldal, a tükörkép, aki csak a látszatot, a hamis fényeket tudja kelteni, akit a szentírók, ókeresztény írók, Biblia magyarázatai szerint a Lucifer névvel szoktak nevezni, akinek a nevében ugyancsak benne van a világosság, sőt az is, hogy ő a világosság hordozója, ezt jelenti a neve, amit ezek a Biblia magyarázók, a kísértő, a gonosz lelkek vezetője szerepében mutatnak be a bibliai események során. Ott van már ez a gonosz, ugyanott még nem ilyen néven szerepel, csak egy csúszómászó kígyóként. Ott van a bűnbeeséskor, és bizony ő az, aki fel akarja világosítani az embert. Ott van a gonosz, aki Isten akaratával szemben, aki rámutatott a jó és rossz tudás fájára, meg az élet fájára, és a jó és rossz tudás fájáról nem volt szabad fogyasztania az első embernek, mégis megtették, mert a gonosz felvilágosította őket, hogy bátran egyenek erről a fáról, mert olyanok lesznek, mint Isten, és tudni fognak jót és rosszat egyaránt. El kell tűnődnünk tehát azon, hogy amikor mi Simeonnal és Anna próféta asszonnyal együtt örömmel fogadjuk be életünkbe Krisztust, a világ világosságát, akkor mindeközben ott van a hamis világosság hordozója, aki egyébként is mindig olyan hazugságokkal terheli az embert, amelyek látszólag igaz állítások, de ma már tudjuk jól, hogy léteznek bizonyos álhírek, hamis állítások, amelyekkel az embereket mindig félrevezetik. Mi az igaz világosságot keressük, őt követjük, és azt kérjük ma tőle, hogy tegyen bennünket is a világosság, az igaz világosság hordozójává. A gyertya szentelés, a gyertya megáldása, az égő gyertyák használata, a rövid körmenet, amit tartottunk a Szent Mise előtt, elénk állítja Krisztust, a világ világosságát. És ezért meg kell tanulnunk a gyertya küldetését, vagyis úgy kell követnünk Krisztust, hogy mi magunk is világítsunk, ahogy ő erre felszólít bennünket. Övezzétek fel a derekatokat, legyetek olyanok, mint a szolgák, akik urukra várnak, és
kezetekben égő gyertya legyen. Most már az égő gyertyát kezünkbe vettük, majd otthon is meggyújthatjuk, és a gondolataink összegzéseként fogadjuk nyitott szívvel a nagy lelki írónak, Romano Guardininek gondolatait a gyertya küldetéséről, hogy mi is megtanuljuk ezt a küldetést gyakorolni a világ világosságát hordozva. Íme egy ilyen jelkép a gyertya, hogy áll a gyertyatartón, biztosan emelkedik ki a törzse, a tetején pedig széles perem felett szorosan álló nyélből szökik a magasba a gyertya. Könnyed, vékony az alakja, mégis egyenes, ha még oly magasra nyúlik is fel. Így áll a térben, karcsún, érintetlen tisztaságban, de mégis meleg színével, határozott formája, élesen kiemeli környezetéből. Tetején lobog a láng, és ebből alakítja át a gyertya a maga tiszta testét, meleg sugárzó fényé. Nem érzed-e, mikor előtte állsz, hogy valami egészen nemes érzés támad benned? Hiszen nézd csak, hogyan áll a maga helyén, szilárdan a magasba törve, tisztán, előkelően. Érezd meg, hogy minden azt mondja benne, készen állok, semmi sem fut el belőle, semmi sem bújik ki, minden tiszta, készen lét. És feltartóztathatatlanul felemészti magát hivatása teljesítésében, miközben fényé és hővé alakul át. Te erre esetleg azt mondod, de hát mit tud mindenről a gyertya, hiszen nincs is lelke. Akkor adj te neki lelket. Tedd meg saját lelket kifejezőjének. Amikor a gyertyára nézel, kelts fel magadban minden nemes tetrekészséget, és mondd, itt vagyok, Uram. Akkor majd úgy érzed, hogy a karcsú tiszta gyertya a te lelki világodat fejezi ki. S légy rajta, hogy minden tetrekészséged igazi hűséggé erősödjön. Akkor majd megérzed, Uram, a gyertya szimbólumában én állok előtted. Ne fuss el hivatásod elől, légy álhatatos. Ne kutass mindig a miért, a minek után. Az élet legmélyebb értelme az, hogy az ember felemészze magát igazságban és szeretetben Istenért, miként a gyertya is fénybe és hőbe alakul át. Hordozzuk tehát mi is a gyertya küldetését, töltsük meg lélekkel azt az áldozatos és szeretetet sugárzó szolgálatot, amit a gyertya jelképez, és ezzel a lelkülettel járjuk továbbra is, és kövessük továbbra is az örök világosságnak, a világ világosságának útját. Amen. Hiszek az egy Istenben. Valóságos Isten, valóságos Istentől, születetlenetől,
hiszek az egészen, katolikus és apostolikus Szent Egyházban, hallom az egyességet, a bűnök bocsánatát, várom a holtak feltámadását, és az eljövendő örök életet. Kérjük testvéreim, hogy a mi Urunkban, Jézus Krisztusban minden ember felismerje a világ világosságát. Urunk, Jézus Krisztus, add, hogy a Szent Mise áldozatban Simeonhoz hasonlóan találkozhassunk veled, és felismerjünk téged. Urunk, Jézus Krisztus, világosítsd meg egyházadat, és add, hogy híveid az isteni élet fényében járjanak. Urunk Jézus Krisztus, egyesítsd népedet szent lelked erejével, és adj neki békességet. Urunk Jézus Krisztus, add kegyelmedet, hogy minél több szülő nevelje gyermekét az evangélium világosságának terjesztésére. Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy életünk végén találkozhassunk veled, és a mennyben örökre láthassuk fényességedet. Gyújtsd fel, Urunk, szívünkben Istenséged ismeretének tiszta világosságát, hogy mindig tetszésed szerint éljünk, mert Te vagy lelkünk és testünk megvilágosítója, Krisztus, Istenünk, s Téged dicsőítünk, Atyáddal és éltető lelkeddel együtt, most és mindörökkön örökké. Amen.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, legyen kedves előtted az áldozati adomány, melyet újongó lélekkel mutat be egyházad, hiszen te akartad, hogy felajánlja neked áldozatul a világ életéért egyszülött fiadat, a szeplőtelen bárányt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert szent fiadat, örökké valóságod részesét, ma a templomodban bemutatták néked, s a Szentlélek kinyilvánította róla, hogy világossága lesz minden nemzetnek, és dicsősége választott népednek. Az üdvözítőhöz mi is örvendezve járulunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt, áldunk téged és vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hallgatjuk, Urunk, és hittel vagyunk.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenvedessék meg a nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogyha eljöttem meg, hanem csak egy szóval Krisztus teste és vére. Amen. Krisztus teste és vére. Hogy valósággal megáldozz a szent misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe,
s végy benne lakást örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. Magunkhoz vett szentséget, tegye tökéletessé bennünk kegyelmed művét, Istenünk, aki betöltötted Símeon szíve vágyát, s nem halt meg, amíg karjaiban nem fogadta a messiást. Engedd, hogy életutunkon mi is találkozhassunk szent fiaddal, és elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyán, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben legyünk. Felismerjük és egyedül a szeretet. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és sátáléjunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük mindenekhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, ő áldassunk, népünk. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetem
hogy holnap lesz Szent Balázs püspök vértanú emléknapja, a csodatévő szent közbenjárását a torokbai és minden más baj és betegség ellen kérjük a Balázs áldással. Holnap a Szent Mise után lesz Balázs áldás, és épp úgy a jövő vasárnap is, február 9-én a Szent Miséket követően, vagy akár a mise előtt is, akik korábban érkeznek, hiszen egyszerre a népes közösséget nehéz az áldásban részesíteni, ezért több időpontban tartom meg ezt az áldást. Szent Angyalok jegyes oktatás, légy frigyelmes címmel, február 21-én, 22-én és 23-án lesz jegyes oktatási hétvége mindazok számára, akik házasságra készülnek, és akik akár itt a mi templomunkban, akár máshol szeretnének ebben az esztendőben házasságot kötni. Így kínálunk alkalmat arra, hogy felkészüljenek a közösségi jegyes oktatás keretében. Önkénteseket vár a NEK szervező bizottsága, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkársága várja azok jelentkezését, akik segíteni tudnak majd a szervező és lebonyolító feladatokban, illetve akik szállást tudnak adni a külföldről vagy vidékről érkező vendégek számára. Az e-mailben kínálkozó jelentkezési lehetőségeket a hírlevélben találjuk, ajánlom figyelmetekbe. Mint ismeretes, a hírlevél egyúttal a Szent Angyalok honlapunkon is megtalálható hétről hétre, akik pedig kérték, azoknak e-mailben megküldjük minden héten a hírlevelünket, az angyal szót. A Szent Gábriel Irodalmi Klub 2 hét múlva, február 16-án vasárnap tartja, délután 5 órai kezdettel a Bálint napi rendezvényét, Balassi Bálint verseivel és Bakfark Bálint zenéjével a közösségi házban. Továbbra is van még néhány hely a libanoni zarándoklatra. Nem látjuk még tisztán, illetve nincs is olyan, a kinti nagykövet úr azt mondta, hogy nincs olyan ember, aki meg tudná mondani, hogy áprilisban milyen közállapotok lesznek ott. Minden esetre egyelőre még készülünk erre a zarándoklatra, és akit ez érdekel, Szent Sárbel atya és a libanoni szentek sírjának, kegyhelyének felkeresése és az egyéb csodálatos látnivalók megtekintése, azok még jelentkezhetnek az irodában. A nyár folyamán is lesz egy nagyon szép és érdekes zarándoklatunk, az aranygyűrű zarándoklat. Az Ezer út utazási iroda szervezésében indítunk zarándoklatot Moszkvába, és a környékén található úgynevezett aranygyűrű kolostoraiba, a ortodox kolostorokba. Ez július 8-ától 14-ig lesz. A részleteket a jövő vasárnap fogom hirdetni, illetve akkortól majd a részletes program átvehető és megtekinthető. A megáldott gyertyákból vigyetek még haza magatokkal, másnak is, különösen a betegeinknek érdemes ajándékba vinni, és ahogy mondtuk és gondolkodtunk erről, a homiliában a gyertya küldetését vállaljuk mi is magunkra. Ehhez kérem most az áldást, hogy tudjunk világítani, jó példát adni, és az áldozatos szeretetben buzgolkodni. Gazdag réti testvéreimre és az Apostol Televízió kedves nézőire, így kérem most Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket, árassza rátok jóságosan áldását,
tegye álhatatossá szíveteket a hitben, a reménységben és a szeretetben. Minthogy hívő lélekkel követitek Krisztust, a sötétségben felragyogó világosságot, ő tegyen titeket világossága testvéreitek számára. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezz neki, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztébe körüljárnak a világban. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,